Önök az Emplén Televízió hétfő esti híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Nézzük főbb híreinket! Családi egészségnapot tartottak a Hétszínvirág óvodában. Enyhe időben jól halad a Sárospataki rendelőintézet felújítása. Vince napi borszentelés sátorolja új helyen, áldást kértek az idei termésre is. Anyukák és apukák floorball versenye, egészséges ételek kóstolója, szűrések, sportbemutatók. Egészségnapot szervezett a sátorolja új helyi Hétszínvirág óvoda. Az intézményben közel egy éve tart egy egészségfejlesztő program. Gyerekek és felnőttek, szülők és dolgozók egyaránt bekapcsolódtak a programba, amelyben szűrések, egészségmegőrző tanácsok, sportfoglalkozások egyaránt voltak. Ha nem is volt véremenő a küzdelem, de azért mindenki nagyon komolyan vette azokat a csapatversenyeket, amelyeket a Hétszínvirág óvoda egészségnapján szerveztek meg a hétvégén. Az óvodák közti floorball versenyekre már hetekkel ezelőtt készültek a résztvevők. Nagyon szerencsés a helyzetünk, mert a két nagy testvér is sportol, úgyhogy otthon gyakoroltak is erre az eseményre. Az egészségnapon az óvoda dolgozóinak külön gerinctornát is szerveztek, így alapozták meg a délutánt az óvónők dajkák számára. A város polgármestere szerint minden intézményben el kellene egy ilyen program, amely a mentális és testi egészség fontosságára hívja fel a figyelmet minden korosztályban. Abban reménykedem, hogy ezen az évben újra és következő években is folyamatosan mehet ez, hiszen a sport önmagában nem csak edz és egészséget ad, hanem fantasztikus hangulatot is, mint itt látható mögöttem a floorball mérkőzésen. A hétvégi sportnap lezárása is volt annak a közel egyéves egészségfejlesztő munkának, amelyben gyerekeknek, szülőknek, dolgozóknak szűréseket, sportfoglalkozásokat, egészségmegőrző tanácsadó napokat szerveztek. A program kitalálói és irányítói szerint igyekeztek olyan mozgásformákat találni, amelyek könnyen rávezethetik a családokat arra, hogy a sport nem csak egészséges, de közös élmény is. Az óvodás bölcsödés gyermekek, a dolgozók, az óvónők, akik velük foglalkoznak, és a szülők nem utolsó sorban, hiszen az ő kezükben van a gyermekek egészséges életmódja, illetve az ő táplálkozásuk, mozgásuk és egyéb jellegű szokásaik. Egy nagyon komplex program volt ez az elmúlt egy év pályázati programja, hiszen meg kellett céloznunk nem csak a táplálkozás, az egészséges táplálkozás vonalát, hanem a mozgást, a sportot is előtérbe kellett helyezni. A sportfoglalkozásokat kiegészített egy ételverseny. Saláták, köretek és desszertek készültek egészséges alapanyagokból. A felsorakoztatott ételek egy részének elkészítését az óvodai főzőklubban tanulták meg a résztvevők. Az egy év alatt mindenfajta, a desszertől, az előételtől, a főételtől, a salátákon át, a süteményekig, minden volt, tehát gyakorlatilag össze tudtak gyűjteni egy receptgyűjteményt, és rájöttek arra, hogy igen, ezek az egészséges ételek nagyon finomak. A sport délutánt az anyukák és apukák floorball versenye zárta. A legkisebbek utána felnőttek már nagy pályán kergették a labdát. A fárasztó csapatjáték után pedig hamar elfogytak a finom, tápláló, de egészséges ételek. Nyárra, várhatóan augusztusra készül el a régi rendelőintézet felújítása Sárospatakon. Így a belvárosban már két modern épület szolgálja majd a lakosságot egészségmegőrzés és gyógykezelés tekintetében. A jelenleg felújítás alatt álló épület új nyílászárókat, hőszigetelést és gépészeti eszközöket kap, illetve a belső tereket is az igényekhez módosítják. Miután a felújítás részeként a két épületet egybenyitják, teljesen akadálymentesen elérhetők lesznek az egészségügyi szolgáltatások. Magas kihasználtsági mutatókkal, jó színvonalon működik az egynapos járóbeteg szakellátó Sárospatakon. Az Európai Uniós forrásból majd 1 milliárd forintból épült intézmény nem csak a helyieket, a Sárospatak környékén élőket is kiszolgálja. Az egészségügyi fejlesztések sora azonban ezzel nem ért véget. Még 2012 év végén nyújtott be az önkormányzat egy újabb pályázatot a régi rendelőintézet felújítására, amelyet már 2013 utolsó negyedévében el is kezdett a vállalkozó.
A közbeszerzési eljárás után egy helyi építőipari vállalkozás végzi a felújítást. Nagy örülünkre rendkívül gyorsan elbírálták ezt a pályázatot, és 130 millió forint, bruttó 130 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaptunk, amely teljes egészségben fedezni fogja ennek az épületnek a külső és belső felújítását. Hiszen nem csak a homlokzatot tudjuk felújítani, hanem belülről is egy kicsit másabb struktúrában, hiszen igyekeztünk a házi orvosok igényeinek megfelelően kialakítani az új rendelőhelyiségeket, tehát kívül belül meg fog újulni, nyílászárókat cserélünk, új hőszigetelést kap az épület, hogy energetikai szempontból is megfeleljen az elvárásoknak. Az átalakítás, felújítás miatt az épületet kiürítették, emiatt egyes rendelések az új épületben kaptak helyet. A kis kellemetlenség azonban meghozza majd a gyümölcsét, ezért is kéri a lakosok türelmét a polgármester. Aros János elmondta, terveik szerint még a nyáron átadják a felújított rendelőintézetet. Július végétől augusztus hónapban lesz, amikor visszaköltözhetnek a már felújított rendelőhelyiségekbe, tehát az alapellátás fog teljes egészségben itt helyet kapni. Azok az orvosok, akik korábban is szerződésben álltak az önkormányzattal, és akik az önkormányzattól bérelték a rendelőjüket, itt kapnak majd helyet a fogászatok, tehát a volt szülőotthonból minden fogászati tevékenység átkerülhet ebbe a megújított épületbe. Továbbra is itt fognak tartózkodni a védőnök, itt látják el a védőnői szolgálatot, valamint a gyerekgyógyászat és az iskola orvosi rendelés lesz majd ebben a megújított épületben. Miután mindkét épület a mai kor színvonalának megfelelően lesz kialakítva, a két épületet véglegesen is összekötik majd. Így a liftnál teljesen akadálymentessé válik az egészségügyi szolgáltatások elérése Sárospatakon. A felszabaduló volt szülőotthon épületének hasznosítására van terve az önkormányzatnak. Azt szeretnék, ha a belvárosban egy komplex egészségügyi centrum alakulna ki. A Vincenaphoz, vagyis január 22-éhez legközelebbi vasárnap minden évben az ünnepélyes borszentelés ideje sátorolja Újhelyen. A 400 éves hagyománynak ünnepséggel adóznak a borlovagrendek, az önkormányzat, a hegyközség, valamint a Városvédő és Szépítő Egyesület. Ilyenkor a borosgazdák visszatekintenek az elmúlt esztendőre, megszentelik az új borokat, és áldást kérnek a következő évjáratra. Hagyományosan Szepsi Lackó Máté emléktáblájának megkoszorúzásával kezdődött a vincenapi borszentelés sátoralja Újhelyen. A legenda szerint az 1567-ben született református prédikátor nevéhez fűződik az első asszú készítése. Kompordai Levente történész ünnepi beszédében azonban hangsúlyozta, a középkori iratok között több olyan is található, amelyek arra engednek következtetni, hogy asszú bort már Szepsi Lackó Máté előtt is készítettek Tokajhegy alján, de a lelkész volt az első, aki lejegyezte, hogyan is készült a borvidék leghíresebb bora, amelyel Lorántfi Zsuzsanna fejedelemasszonynak kedveskedtek. Az elkészült, miseborként is használt italban fedezte fel Szepsi Lackó Máté a különleges ízvilágot. A tokai asszú készítésének első leírását is neki tulajdonítják. Feljegyzései szerint 1631 húsvétján ajánlotta fel az első asszút Lórántfi Zsuzsannának sátoralja Újhelyen. Ez az esemény újabb kutatások szerint 10 évvel korábban történt, de fontosabb, hogy valószínűleg már korábban is készítettek a szubort hegy alján. Az emléktábla megkoszorúzását követően az ünneplők átvonultak a Szent István templomba, ahol a Szent Misét követően az Európai Borlovagrend tokai legátusa és a Vinum Regum Rex Vinorum borlovagrend imája hangzott el a borszentelés nyitányaként. Mennyei atyánk, kegyelmedért áldunk és dicsőítünk, ki megmutattad a lovagok vándorútját, s hogy elindulhassunk rajta, belátást és erőt adtál nekünk. Mert ígéretet tettünk, hogy az irigységen, minden e világi gonoszság gyökerén úrrá leszünk, mint lovagérendtársak, az Oquo Ertvis Vini Európa jelmondatának eleget téve. A vincenapi borszentelés hagyományait Bodnár Sándor borlovag méltatta. Vincenapján, január 22-én régi népi hagyomány, hogy a gazdák a szőlőjük négy sarkából veszőt vágtak, bevitték a lakásba, vízbe állították és megvárták, míg kihajt. Ez alapján határozták meg a meccéskor a tőkék rügyterhelését. Miért pont Vince napján tették ezt? Erre magyarázott, hogy a zaragózai Szent Vince volt a hegyi szőlők védőszentje, akit 304. január 22-én vértanúságot szenvedett. A szertartás zárásaként Kubala Róbert apát megszentelte a borokat és megáldotta azok készítőit. Márciustól indul az idei start munkaprogram Sárospatakon.
A kommunális szervezet két korábban már jól működő program folytatására nyújtott be pályázatot. Az egyik az önkormányzati épületek karbantartását, felújítását célozza meg, míg a másik a mezőgazdasági program folytatását jelenti. 2014-ben országosan 20%-kal több forrás jut a közfoglalkoztatásra. A Start munkaprogram megvalósításához 2014-ben 183,8 milliárd forint áll rendelkezésre, míg 2013-ban ez az összeg csak 153,7 milliárd forint volt, ez 20%-os emelkedést jelent. A megemelt támogatásnak köszönhetően országos és kistérségi mintaprogramok indulhatnak újra, és lehetőség lesz az önkormányzati közfoglalkoztatási és szociális földprogramok finanszírozására is. Sárospatakon is elkészült az idei foglalkoztatási programterv, amelynek keretében első körben két programot terveznek elindítani. Most egyelőre kettő program fog indulni márciussal. Ezek az egyik program 90 fővel a mezőgazdasági és a fóliás növénytermesztést folytatja, a 62 fővel pedig gyakorlatilag az egyéb értékteremtés és a köztisztaság lenne a programnak a feladata. Tehát ezen belül nyilván a síkosságmentesítés, olajtakarítás elsőlegességet élvez, bármik havat eddig még nem láttunk az éven. Az egyéb értékteremtés program elődje már 3 éve működik a városban. Ez az a terület, amelynek során önkormányzati tulajdonú épületek homlokzatait újították fel, vagy éppen kisebb-nagyobb belső felújításokat, tereprendezéseket végeztek el az önkormányzati ingatlanokon és környezetükben. Az idén tervezett programokban résztvevő emberek teljes munkaidős foglalkoztatásra számíthatnak. Teljes munkaidőben dolgoznak, tehát korábbi évben volt olyan, hogy 6 órás foglalkoztatás volt. Volt is a programok között emiatt nézett különbség, hiszen mindenki szeretett volna a 8-asba kerülni, de hát ez nyilvánvalóan nem volt lehetséges. A most futó programjaink, illetve a 2013-os tartós programjaink is folyamatosan 8 órás teljes munkaidőben volt. Az igazgató szerint a 2013-as évhez hasonlóan idén is összesen több mint 300 ember tudnak majd bevonni a Start munkaprogramok megvalósításába. A konstrukció további fontos eleme, hogy a feladatokhoz eszközöket is tudnak beszerezni, amelyek a program végeztében az önkormányzat tulajdonában maradnak. A kommunális szervezet igazgatója azt is elmondta, terveik szerint összesen 6 területen indítanak majd közfoglalkoztatási programot Sárospatakon. Kevesebb mint 200 tűzesethez riasztották az újhelyi tűzoltókat az elmúlt évben. A műszaki mentések száma szintén kevesebb volt 2013-ban. 166 esetben kellett autóbalesethez, elemi károkhoz vonulniuk a szakembereknek. 2013 jelentős előrelépést hozott a sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltóknál, hiszen az elmúlt év végétől működik a cigándi tűzoltóőrs. Így a hozzájuk tartozó 19 településhez rövidebb idő alatt jutnak ki a mentőegységek, mint korábban. Átlagosan napi egy alkalommal riasztották a sátoraljaújhelyi tűzoltókat az elmúlt évben. A tűzesetek száma nem ért el a 200-at, autóbalesetek, elemi károk műszaki mentéséhez pedig 166 alkalommal vonultak ki a szakemberek. Szénmonoxid mérgezés szerencsére nem volt 2013-ban. A tűzoltóság gyorsabb és hatékonyabb beavatkozásának érdekében Cigándon megalakult a tűzoltóőrs. Itt 18 hivatásos szakember látja el a szolgálatot, 19 települést tartozik hozzájuk. Nálunk a legfontosabb az idő. Ez vonatkozik a kollégáknak vagy riasztására, tehát itt a 2 perc. A kiérkezés természetesen az a legfontosabb, ugyanis a tűz szabad fejlődése az, ami, hogyha minél kevesebb időt tudunk ezzel megspórolni, annál kevesebb kárérték keletkezik. Tehát ilyen szempontból mindig az idővel vagyunk harcba, úgyhogy ebben a tekintetben a közbiztonságunk, a tűzbiztonság ezen a működési területen jelentősen javulni fog minden egyes őrs felállásával. A hivatásos állomány mellé az önkéntes tűzoltók felkészítésében is előrelépés történt az elmúlt évben. Új civil szervezetek is alakultak, a régiek felkészítése, felszerelése pedig tovább folytatódott. Az elmúlt időszakban 2 önkéntes tűzoltó egyesülettel egészült ki, akikkel együttműködési megállapodást kötöttünk. Az egyik egy jelentős Fejérfolton az Alkodi Vízs Győrtarló, illetve Kenézlő önkéntes tűzoltó egyesület, aminek a központja Kenézlő, és
elkezdünk majd egy olyan hosszú távú terveket kialakítani, hogy gépjárművük, illetve beavatkozó létszámok, iskolai végzettség, tehát képzettséget adjunk melléjük, és ez egy hosszú távú feladat, hogy ezt mindenféleképpen, illetve pontosan Cigándon, ahol eleve hivatásosok is teljesítenek szolgálatot, egy kicsit megpróbáljuk jobban megtámogatni, mint az elmúlt időszakban az önkéntes tűzoltó egyesületi mozgalmat. Ebben az esztendőben további tűzoltó őrzs elindítását tervezik. Novemberben a Torcsvai tűzoltó állomás megnyitására készülnek. A létszám feltöltést éppen ezért már elkezdték. Alkalmassági vizsgákkal, pszichológiai és fizikai tesztekkel választják ki a leendő tűzoltókat. A bankszámlával rendelkező hazai lakosságnak mintegy a fele nyilatkozott már arról, hogy februártól igényli az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét. Egy bankszámlához egy hónapban összesen két alkalommal maximum 150 ezer forint felvétele ingyenes. Akik a mai napig nem nyilatkoztak, már csak márciustól vehetnek fel ingyenesen készpénzt a bankjegykiadó automatákból. Ma járt le az ingyenes készpénzfelvételre bejelentkezés első határideje. Aki a számlavezető bankjánál a szükséges formanyomtatványon még hétfőn megtette az ezzel kapcsolatos nyilatkozatát, már februárban kétszer ingyenesen vehet fel készpénzt, összesen 150 ezer forintot. Több bank az internetbankján keresztül is lehetőséget biztosít nyilatkozattételre. Ilyen nyilatkozatot csak egyszer kell tenni. Ha valaki a január 20-ai határidő után adja le a nyilatkozatát, akkor februárban még nem lesz jogosult a díjmentes készpénzfelvételre. Ezután is legkésőbb az adott hónap 20. napjáig kell leadni a nyilatkozatot ahhoz, hogy a következő hónaptól jogosult legyen az ügyfél az ingyenes készpénzfelvételre. Egy számlához csak egy nyilatkozat tehető a kedvezmény, nem tulajdonosonként, hanem számlánként vehető igénybe. Az ingyenes készpénzfelvételről az MTI által megkérdezett bankok munkatársai múlt hét közepén úgy nyilatkoztak, roham nem volt, de ügyfeleik csaknem 40%-a addigra már igényelte a kétszeri ingyenes készpénzfelvételi jogosultságot. Híradónk végén nézzük főbb híreiket még egyszer röviden. Családi egészségnapot tartottak a Hétszínvirág óvodában. Enyhe időben jól halad a Sárospataki rendelőintézet felújítása. Vincenapi borszentelés Sátoraljaújhelyen áldást kértek az idei termésre is. Kedves nézőink, önök az Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megnézhetik a www.zemplintv.hu weboldalon is. Ha pedig kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplintv@zemplintv.hu e-mail címen, vagy hívhatnak is minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra!